A múzeumok éjszakája, a kutatók éjszakája rendezvényhez hasonlóan a szakközépiskolák számára szerveztek országos rendezvényt Szakmák éjszakája címmel pénteken Tatán is, a Bláthy iskolában. Cél, hogy könnyed, kicsit fesztiválhoz hasonló körülmények között szórakozva ismerkedhessenek az érdeklődők az iskola által kínált képzési lehetőségekkel. De nagyon sok tanulónk, tehetséges tanulónk be tud mutatkozni, amiket ők ugye a szabad idejében csinálnak, és természetesen ami a legfontosabb az az, hogy a saját szakmáinkat, amiket tanítunk, megmutassuk nekik. Így ki lehet próbálni azt, hogy remeg-e a kezünk, egy remegésvizsgálat, villanyszerelők állították össze ezeket a játékos feladatokat, az autószerelők munkáját meg lehet ismerni, mellette ugye nekünk van belügyes képzésünk is, úgyhogy a lövészetet ki lehet próbálni, meg lehet ismerkedni a különböző fegyverekkel, és ezekhez ugye jönnek külsős partnereink is, akik ebben részt vesznek. Így például a katasztrófavédelem, aki jön egy látványos bemutatóval, mellette pedig a rendőrség is egy korrekt fegyverbemutatót fog tartani számunkra. Hát örömmel mondhatom, hogy az általános iskolásoktól kezdve azokat a középiskolásokat, akik most végeznek gimnáziumokba, sőt még a felnőtteket is, ugye, akik szeretnének plusz szakmát szerezni, mivel mindannyiunk számára nyitva áll az iskola, és tudunk nekik különböző programokat kínálni, és olyan szakmai palettával rendelkezünk, ahol mindenki találhat magának megfelelő képzést. A férfias szakmák mellett rendkívül népszerű volt a rendezvényen a szépészeti műfajra felkészítő szakmák bemutató terme, például a kozmetikusoké. Lányok számára én nem tudok elképzelni szebbet. Tehát én szerintem ez az egyik legszebb. Én azt hiszem, hogy próbálom beléjük önteni, hogy ez egy olyan szakma, aminek sok-sok ága van, tehát nem kell kétkezi kozmetikusnak lenni, hanem egészen a sminkmesterig minden skála van, és hogy csinálják, mert érdemes. A gyerekek itt most éppen a kozmetikai, illetve a szépítőiparnak egy-egy ágával fognak találkozni, azaz a sminkeléssel, ott manikűr megy, hennát fognak csinálni, és természetesen, ha valakinek szüksége van, akkor masszírozni is masszírozunk. Ezeket a gyerekek nagyon szeretik csinálni, és nagyon szép sminkeket tudnak, úgyhogy biztos, hogy jó lesz. A Szakmák éjszakája programban már az iskolában tanulók úgynevezett segítődiákként vettek részt. Vajnorák Rebeka is saját szakmáját népszerűsítette a fiatalok körében. Tulajdonképpen eljártam kozmetikushoz, és egyre jobban megtetszett. Aztán úgy voltam vele, hogy én ezt akarom csinálni. Igazság szerint azt mondják, hogy belülről fogad a szépség, de lehet rajta segíteni is, szóval én úgy vagyok vele, hogy amit lehet javítani, azt feljavítjuk, de nem tesszük porcelánbabává, nem tesszük, hanem a természetes szépségét átadjuk. A fesztivál hangulatról pedig árusok, mutatványosok, zenekarok gondoskodtak péntek este.